Szeretettel köszöntöm körünkben a Bécsi Lapló szerkesztőségét, mindenekelőtt Deák Ervin főszerkesztő urat, Bartos Péter szerkesztő urat, Böröndi Lajos szerkesztő urat, Erzsuma János költőként is ismert, és szerepelni is fognak ma itt az estünkön. Ez az élő folyóirat estek sorozatában a harmadik évfolyam első estje, amelyen zenei közreműködőink is vannak, mint rendszeresek. Szeretettel köszöntöm Szentgyörgyvári Laurát, aki ma este énekelni és danton játszani is halljuk, és köszöntöm Major Robertet, aki színész és gitárművész egyszerében. És akkor én most nem is akarom húzni az időt, mert már így is túl vagyunk egy kicsit a hivatalos induláson. Megkérem a tisztelt szerkesztőség tagjait, foglalják el helyüket az elnöki asztalnál. A mai este házigazdája Deák Ernő, író, szerkesztő, főszerkesztő úr lesz. Hát is adom neki a szót, ő fogja vezetni a továbbiakban az estét. Köszönöm szépen! Kedves vendéglátók, hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy vették maguknak a fáradtságot és eljöttek. Olyan rendkívüli esbe lesz részük, hogy csak csodálkoznak. Tudnik az, hogy van Bécs, és még van Napló is, és Budapest, az ugye az nem mindennapi dolog. Viszont az, hogy ezt a folyóiratot, újságot nem tudjuk még megállapítani 30, most vagy 40 év után, hogy most újság vagyunk, vagy folyóirat. Mindesetre folyunk, folydogálunk, tehát azt jelenti, hogy létezünk. És elnök asszony arra kért, hogy bevezetőként mondjak néhány mondatot, ha tulajdonképpen mi is ez a Bécsi Napló, honnan indult, és így tovább. Na most illő lenne visszamenni a 18. század végére, de csak annyit mondok, aki nem tudná, hogy a második legrégibb magyar újság, amit később úgy hívtak, hogy Bécsi Magyar Kurír, az Pozsonyban indult, de aztán Bécsre folytatott, és 1834-ig jelent meg. Közben aztán a reformkorban és a kiegyezés korában is jelentek meg különböző lapok. Az eddigi kutatásaim során nem sikerült megállapítani, hogy a két világháború között voltak-e újság, valószínű voltak, mindesetre 45 után újabb élet indult a kommunista kiadványoktól az egyéb kiadványokig, de csak sokszorosított formában, és 1946-47 választások előtt voltunk, és akkor egy magyarországi szociáldemokrata kiment Bécsbe azzal a szándékkal, hogy ellensúlyozza a kommunista befolyást, és szintén Bécsi Napló névvel kiadott egy újságot, de nem sokra vitte, mert hogyha aki nem tudná, Bécs önmagában 4 nagyhatalmi megszállás alatt volt, és az első kerületet azt havonként váltották. És éppen amikor ez az eset sorra került, akkor éppen szovjet vezérigazgatás alatt volt az első kerület. Lényeg az, hogy magyarországi kérésre, követelésre a szovjet hadsereg, a felszabadítók megszállták a szerkesztőséget, kifüstölték, elvittek mindent. Szerencsére a főszerkesztő időben meglépett, valahogy Svájcba kötött ki, és nem jutottam nyomára, úgyhogy mi lett vele, nem tudom. Lényeg az, hogy amikor mi 1980 márciusában indultunk, azzal a szerencsés helyzet, abban a szerencsés helyzetben, hogy Hanák Tibort sikerült megnyernünk főszerkesztőnek, akkor ő nagy boldogan bejelentette az első számba, hogy volt már ilyen újság, meg olyan újság, de Bécsi Napló nem volt. Úgyhogy nagyon örültünk, hogy van Bécsi Napló, és mindjárt az első szám megjelenéstől jelentkezett valaki, aki személyes tanúként kérte a helyesbítést, hogy ez nem úgy van, mert volt egy ilyen újság, de az más. De mindesetre a mi újságunk más volt, és milyen céllel indultunk? Azzal a céllal, hogy mégiscsak néhány ezer, tízezer magyar él Ausztriában, hogy legyen újságjuk. Tudnék az elődje, nem az elődje, de mondjuk előtte jelent meg a magyar, vagy Bécsi Magyar Híradó, és annak a főszerkesztője éppen 1979. decemberében hirtelen elhalálozott. Na most, amikor mi újra akartunk alakulni, vagy egyáltalán kezdeni kellett, akkor azt mondtuk, hogy
sajnos nem sikerült megmenteni a Magyar Híradót, új újságot kell alapítani, aminek mondom a legfőbb csattanója az volt, hogy Hanák Tibort sikerült rászedni a főszerkesztő szerepe. Ő egyébként egy köztiszteletben álló intellektuér volt, tehát mindenki örült neki. Egy. Kettő pedig, ami rendkívül fontos, ugye pénz nélkül mulatni bajos, pénzünk nem volt. És akkor a katolikus egyházközség fölajánlott 20 ezer shillinget indulásra, és ennek fejében, ha jól emlékszem, az, hogy 400 példányt fognak ők majd terjeszteni. Szóval így indultunk be, és ez jellegzetes emigráns sors, hogy amikor ilyen légüres, kvázi légüres tér állt elő, akkor Amerikából Varga Béla, Varga László, Kovács Imre jelentkeztek, hogy a Magyar Híradó megszűnte utána, nem létezik, hogy a Vasfüggönytől 65 kilométerre nincs magyar újság, szükség, hát indítsatok, segíts, és szóval működjetek. Hát mi komolyan is vettük a figyelmeztetést, csak ők nem vették komolyan, hogy ehhez pénz is kell, úgyhogy a vigasztaló és biztató szavakon kívül más nem kaptunk, de lényeg az, hogy beindultunk. És mi volt a lényeg? Lényeg az, hogy tulajdonképpen nekünk volt egy, ha kicsit úgy vallásos alapon nézzük, ott volt egy eredeti vagy ősbűnünk, az, hogy mi nem turista útlevéllel, vagyis diplomata útlevéllel érkeztünk Ausztriába, és azt mondjuk, hogy mi mindenkivel próbálunk szót érteni, kivéve az elvtársakat, mert ők nem a mi embereink, ők persze mindent elkövettek annak érdekében, hogy az ellenkezőjét bebizonyítsák, de mivel nem sikerült, hát aztán másként is viselkedtek, ez egy külön bűnügyi történet lenne, de erre nem térek ki. Most lényeg az, hogy egy nagyot ugrok, és pedig a tavalyi számot mutatom, azért, hogy tulajdonképpen mi mindennel foglalkozunk. Többek között nem csak Magyarország, hanem ausztriai közélettel is, és eljutottunk odáig, először is most már színes mellékleteink vannak, másodszor pedig ugye elnökválasztások voltak Ausztriában, és elkövettük azt a csínytevést, hogy mind a nem is hat, azt hiszem hat vagy hét kandidátusnak elküldtük ugyanazokat a kérdéseket. Ezt egyébként már többször megtettük parlamenti választások után, és persze az illetők nem tudták, azt hitték, hogy csak nekik szólnak ezek a kérdések, és az újságban egymás mellé állítottuk őket, és az olvasó szám, ez nagyon pikás volt, hogy hogyan, miként válaszoltak az egyes megkérdezettek. Szóval ennek a számnak az az érdekesség, hogy megkérdeztük a jelölteket, és véletlenül úgy jött ki, hogy az a kép a mostani elnöknek az arculat, illetve karikatúr, még azt is, hogy ki is figuráztuk őket. Karikatúrák jelentek meg. Úgyhogy én azt hiszem, már az idő már is lejárt, úgyhogy majd aztán folytatjuk, és akkor, ha jól tudom, zene. Köszönöm szépen. Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, s szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem.
fáj a szívem, egy szűk hírek adta. Menjek írül, menjek íre, fáj a szívem, egy szűk hírek adta. Felmentem én a padlásra, katta. Ráhágtam egy szalmaszárra, katta. Szalmaszáról, szalmaszárra, fáj a szívem, a barnára, katta. Szalmaszáról, szalmaszárra, fáj a szívem, a barnára, katta. Kimentem én a piacra, katta. Ráhágtam a papírosra, katta. Papírosról, papírosra, fáj a szívem, a csinosra, katta. Papírosról, papírosra, fáj a szívem, a tilosra, katta. Mikor én még kicsiny voltam, katta, a cukorért majd megfoltam, katta. De mióta nagyobb vagyok, a legényért majd meghalok, katta. De mióta nagyobb vagyok, a legényért majd meghalok, katta. S apró murok petrezselem, a finasszony beszedem. Jönnek a költők. Kezdve Böröndi Lajos, és akkor ez Csuma János. És tisztelettel köszöntök mindenkit ezen a csengő hangon. Ezt Ernőre fogom, hogy ő fertőzött végig bennünket az elmúlt két hétben, úgy elöljáróba. De nem verssel kezdeném, hanem azzal, hogy én Mosonmagyaróváron és most már mellette lévő kis településen élek. Mi a Felvidéken találkoztunk, egy végigveszekedett éjszaka után kérdezte meg Ernő, hogy nem szeretnék-e írni a Bécsi Naplóba. Én akkor még nem ismertem ezt a lapot, ez 1992-ben volt. Azóta folyamatos a kapcsolatunk, és igazából egy dolgot nem említett ő. Ennek a folyóiratnak az alapköve, kontinentális talapzata 1956. Én úgy fogalmazom magamban, javíts ki, ha nincs igazam. Ez a Mosonmagyaróvári sortűzről biztosan hallottak sokat a perről is, meg hogy hogy végződött arról is. Ezt a labba végig kísértük annak idején, én voltam ennek a felelőse, ott is voltam az ítélethirdetésen annak idején, és hát természetesen ez az esemény verseket is szült, és sok minden más egyebet. A lap nem irodalmi folyóirat szerintem, de hoz verseket is, és kritikákat is, könyv, recenziókat is. Mindenféléről. Én nem is úgy fogalmazom, hogy bécsi látószög, ez is benne van, hanem számomra ez egy tágabb régió, határok nélküli régió volt már a 90-es évek elején is. Hát apró problémáink voltak benne, mert több pecsét volt az útlevelemben, két-három határon, hát tőlünk Bécs 60 km, Pozsony 28, miért álltunk volna meg a 89 után bármelyik határon is. Úgyhogy mindig a határőrökkel volt problémám, hogy cseréltessem ki az útlevelemet, mondtam, nem én pecsételgetem. Tele, ezzel most már nincs probléma. Mi ezt átjárhatónak tekintettük kulturális szinten, teljes egészében így. Tehát egy nagy régióba gondolkodtunk, és talán sikerült összevarni azokat a szálakat, amelyeket Trianon szétvágott, ez egy szép gazdasági egység is volt ott, Burgenland, Pozsony környéke,
mosoni síkság, Moson vidéke. Tehát nekem ez volt benne a feladatom. Most Ernő azt kívánja, hogy verset olvassak fel, hát akkor egy kicsit az jutott eszembe idefele jövet, hogy én mindig a diákjaimnak megmutattam azt a felvételt, amikor Babits saját maga hangján mondott verset, és utána elolvastam én is magyarul, ahogy ma mondják, mert ugye Babits nagyon szépen énekelve mondott verset. Csak a gyerekek hát 18-17 évesen azért ezen elsősorban nevettek még abban a pillanatban, de mondtam, hogy micsoda érték az, hogy a saját hangon lehetett hallani. Most ezt a mentséget hoztam fel, hogy ilyen hangon én most megpróbálok két verset elmondani. Mind a kettő 2006-os. Az egyik az közvetlenül kapcsolódik a Moson-Magyaróvári sortűzhöz. Gulyás Lajos református lelkész a napokban volt 90 éves, lett volna 90 éves, ha nem végzik ki 1957 szilveszterén a győri Fogház udvarán, nem egyedül sorstársaival együtt. Neki az volt a bűne, hogy csitította a tömeget. Az bűn egyáltalán. És az ő emlékére írtam akkor egy verset 1907-ben egy emléktábla avatására. A levéli mártír lelkész emlékére. Arccal a földbe taposva, Sopronkőhíd a hideg szívébe. Bogáncs gazlat sírján, s kökény, holtalan, naptalan évek fölötte. Mondhatnák, nem volt értelmetlen emberhez méltatlan halála, de tudjuk, az volt. Életre született ő is, és nem mártíromságra. Minden szó, mely emlékezik rá, melegebbé teszi a földet. A hallgatással halkabb lesz a remény, a csönd lesz csöndebb. A forradalom elszállt, mint Ikarosz, összetörve hult le az üszkös földre. Most élik föl eltiprói maradékát, stort ülnek fölötte. 2007. És még egyet. És bocsásd meg a mi vétkeinket. Amikor belehúzzák a gödörbe a testet, amikor a túlérett szőlőszemek szétrepednek, amikor farkas szemet néz egymással áldozat és tettes, amikor következmények nélkül helyet cserélhetnek, amikor megnyírnak, fürdőbe majd a gázba visznek, amikor visszafordul még és lencsébe néz a gyermek, amikor a beszervezettek spiclinek beszerveznek, amikor később ezért arcul köpnek, amikor a ruszkik szétlövik Budapestet, amikor magyarul szólalsz meg az utcán és leütnek, amikor nevet keresnek a vérben fürdő tereknek, amikor egy falunyi népet a géppisztolyok elé terelnek, amikor az üszkös házak között lefényképezkednek, amikor heréidet pépesre verik és levizelnek, amikor összedrótozott kézzel a gödörbe löknek, amikor sírodon gaznő, rajta lovat legeltetnek, amikor vége nincsen a gyötrelemnek, ez is Európa. Köszönöm, ez Csoma János. Krisztián, hőestét kívánok. Csoma János vagyok. 83 óta vagyok a Bécsi Naplónál, hallatszom én, nem? Tehát 83 óta dolgozom a Bécsi Naplónál, ha egy pillantást vetnek ide, akkor el is hiszik nekem. Na most, nem. A versek egy része, vagy nagy része, vagy több része cím nélkül való. Mondom az elsőt, amit elhoztam, de nekem kell, visszaülök, mert két bal kezem van, és nagyítóra szükségem van, elnézést. Azt mondja, hogy villan a kard, s legott vérével fest az ármány, szűt szülte bőség, mely terítékre ott ellent taszított, hely a haza kívánta e tettet, egy volt csak belőle ez édes otthonból, s ha elveszett volna, úgy mi sem lehetnénk, mik mostan is vogymuk. A másik. Virágba borult szíveden, fészket rakott a szerelem, majd lombhulláskor kiröppen lakója, az újszülött, kit vár már az agóra, kifejezni az élet lényegét, nyilvánosan, bátran, szelíd erővel megragadni az Úristen kezét.
nézzünk itt még valami, de szelíden. Szelíden halni lenne jó, oly megadóan, mint a lét lépi át önnön peremét. Jó volna halni boldogan, nem a születés nehezét érezni, de a gyönyörét. Nem ütne hangosan az óra, csak a holtponton átbotolna a pillanat a végtelenbe, s úgy tovább. Add meg, Urunk, egy szép halállal az újrakezdés mámorát. Pásztor, kövek talpadat karistolják, fejed súrolja felhő, kicsapva mind a perceid, szépen legelteted őket. Majd, hogy fakulnak fényei napodnak, visszatereled időcsordád, megvacsorálsz, bicskád bekattan, emlékeid karjukra vesznek, s elballagnak az alkonyatban. Innen jövőbe a nagy gazsinak. Gáspárom, mi is ősállatok leszünk, ha kivett a löszfal annyi év után. Mit tudják azok, mik is voltunk egykor, azt sem, hogy volt fa, s mi termett a fán. De ismétlődik minden újratán, így ha újfent lehúzódik a tenger, a felszáradó parlagföldeken, megjelenik valami furcsaság, s felmutatá az Úr, íme az ember. Köszönöm. Akkor jönne most a mi párbeszédünk Martos Péterrel, viszont hadd mutassam be őt olyan értelemben, hogy nagy dolog az, bár számunkra annyi minden történik, az életünkben nem ér semmi meglepetés minket, mégis azt mondom, nagy dolog az, hogy volt egy fiú, aki 8 éves korában szüleivel meglépett Magyarország egyébként Budapestről, tehát 56-os. És én ezt az úriember csak később ismertem meg, mint az osztrák polgári lap a Die Presse-nek a munkatársa. És valahogy, nem tudom, lényeg az, hogy kísértésbe estem, hogy ezt az embert meg kell környékezni, meg kell nyerni, és rendkívül nehezemre esett. Nem azért, mert én gátlástalan is tudok lenni, ellenben ő nem hagyta magát. Úgyhogy az már óriási fejlődés volt, amikor egy kiállítást rendeztünk, és a kiállítás bejött, hogy az magyarok Ausztriában, hogy ő is, mint ausztriai magyar, hogyan érkezett én, és hogy hogyan látja a dolgokat. Volt egy következő kötet, magyar fiatalok Ausztriában és Németországban, Martos Péter szintén kötének állt, és elmondta az ő saját egyéni sorsát, hogyan, miként jutott odáig, ahol éppen van. Igen, ez de még mindig kevés volt, tudnék, hát mint újságírót szerettem volna, van értem, nem csak megkörnyékezni, meg is nyerni, és mit ad Isten? Az a Martos Péter, aki, én nem azt mondom, soha nem felejtett el magyarul, nem is, nincs is akcentusa neki, ugye, de viszont az írásainál lehetett érződni, hogy annyira bent van a németben, hogy kicsit darabos volt. De lényeg az, hogy az óriási sikernek számított, amikor Martos Péter cikket vállalt a Bécsi Naplóba, és egyre többet, egészen odáig, hogy egy nagyot lépjek, hogy egy szép napon azt mondtam Péternek, hogy mi lenne akkor, ha. Úgyhogy aztán másfél-két évvel ezelőtt eljutott odáig, hogy beleegyezett abba, hogy a szerkesztőbizottság tagja lett. Most még egyet léptünk, és éppen a múlt év végén abban határoztunk, hogy ő a szerkesztőségnek lett tagja. Tehát így tudjuk köszönteni Martos Pétert, ami nekem nagy örömet jelent, és élményt is. Persze, hogy eljutottunk idáig, az nagyon-nagyon hosszú beszélgetésnek, vitáknak lett az eredménye, illetve előzte meg őket, és ha most úgy lehetőségünk lenne, akkor kitudódna, hogy nem csak két szeméből állunk, hanem a nézeteink és a felfogásunk is mások, viszont Böröndi Lajos tett egy nagyon jellegzetes megjegyzést
van, ami mindjárt összeköt, és az 1956. És éppen most, mikor jöttünk, akkor a Péter megerősítette, hogy számára is, annak, hogy 8 éves volt, 56 meghatározó élmény. Na most én Pétert amiatt feszegetném kérdésével, hogy tulajdonképpen hogy látja ő ezt az egész ausztriai magyar létét, és van egy újság, aminek ő most már szerkesztőségi tagja. Hogy viszonyul ehhez? Magyarországon a 80-as években az egyik barátom mindig azt mondta, lehetsz dicső vagy híres. Mondtam, ezt mire mondod? Dicstelen vagyok teljesen. A bajom az, hogy nekem a munkám folyton hirtelen. Tehát hogy legyek híres, ha hirtelen vagyok? Ez egy kicsit hülyéskedés, de a komoly dolog a háttérben az, hogy én a Presszénél egy nagyon jól fizetett újságíró voltam, és nem azért fizettek, hogy magyarkodjak, hanem azért fizettek, hogy azt a munkát végezzem, amit egy nem magyar születésű ugyanúgy végzett volna. Tehát én az Ernőnek mindig azt mondtam, ha én a Bécsi Naplóban írok, akkor megsértem a szerződésemet a Presszével. Nem is azért, mert időt lehet szakítani munkára, de egy egész más szemszögből világítok meg dolgokat, mint a Pressze megköveteli. Ezért nem szerettem, vagy nem szívesen írtam a Bécsi Naplóba. Természetesen mindig találtunk olyan témákat, amit mégis le lehetett írni. Hát mióta nem dolgozom a Presszében, azon gondolkoztam, hogy hogy tudok én ahhoz hozzájárulni, hogy Bécsben, Ausztriában, talán még Európában is ne tűnjön el az a múlt, amiből mi keletkeztünk. 56-ból menekültek, magyarság kérdés, és így tovább. Erre természetesen vannak szervezetek, mint a Központi Szövetség, de én nem abban látom a fantáziát, hanem inkább abban, hogy gondolatokban tovább adjuk, amit mi érzékelünk. Hát most már eljutottunk odáig, hogy a szerkesztőségünkben tudtom szerint nincs 60 év alatti. Ez... Hol? Jó, ők az utánpótlás, igen. A baj a dologban, hogy az úgynevezett mindennapi munkában már egy kicsit belefáradt mindenki. Most én gondoltam, én már 6 éve nyugdíjban vagyok, kipihentem magam, talán egy kicsit hozzá tudok járulni ahhoz, amit mindig azt mondták, hogy te olyan hirtelen dolgozol, hogy nem lehetsz híres. Híres nem is akarok lenni, de hirtelen szeretek dolgozni. Akkor, mivel az idő ugye eléggé korlátozott, egy nagyon lényegbe vágó témakört pendítenék meg, és pedig... Ja, bocsánat. És pedig azt a témakört, hogy... Az, hogy Martos Péter közöttünk van, és most Martos Pétert nem úgy említem csak, mint Martos Pétert, hanem azok, akik körülöttünk vannak. Ugye a Csoma János említette, hogy kötött ki nálunk, a Böröndi Lajos említette. Tehát mi egy állandó verbuváló hadsereg vagyunk, mi állandóan szerezzük az embereket, és ezáltal állandó változásban, vagyunk az állandóságban, vagy fordítva, állandóságra törekszünk, de tudjuk, hogy változik az élet. Így az újságnak az úgynevezett profilja is, tulajdonképpen most a legújabb sikerünk, hogy a mellékletek színesen jelennek meg. Aztán, ami a témaköröket illeti, most eltekintve az aktualitásoktól, két dolgot hadd említsek meg, ami egyrészt jelen, másrészt meg jövő is legyen. Lesz belőle valami. Lényeg az, hogy ugye voltak ezek a túlságosan kilengő nyugat-európai sajtóvisszhangok Magyarország vagy Magyarország kormánya ellen, és hát persze többen jelentkeztek, hogy mi miért nem lépünk, miért nem mozdulunk, és hát ennek a részleteit elmondani nem könnyű, de lényeg az, hogy eljutottunk odáig, hogy egy magyarországi szakértőt kértünk fel,
és ő most már másodszor, először úgy szerettük folyamatosan, de nem ment. Tehát évente van egy összefoglaló, ami áttekinti a német nyelvű sajtónak a termékeit, hogyan viszonyulnak Magyarország is. Hál' Istennek legutóbb már változó hangok voltak. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy ezt ne tessék fennhéjazásnak tekinteni, de meggyőződésünk az, hogy a Bécsi Naplóban olyan cikkek is megjelennek, amiket jó lenne németül is továbbítani azokkal az olvasókkal, akik egyelőre csak potenciális olvasók, de sokszor azt se tudják, hogy mi ottan létezünk. És a mi mondani valónkat, úgyhogy most a legújabb tervünk az, hogy fontos cikkeket szeretnénk aztán németül kiadni, aztán fölvinni interneten, és itt tehát, hogy ilyen értelemben is ismerjék meg alapot. De inkább most ezzel kapcsolatban mondd el, Péter, te a hozzáállásodat. A Bécsi Naplónak az utóbbi 15 évben sajnos mindig rosszabb lett a helyzete, természetesen, mert bécsi, magyarul jelenik meg. Magyarországon folyton váltanak a kormányok. Az utóbbi években nem, de különben azért elég különböző kormányok voltak. És a Bécsi Naplónak ezek között valahogy meg tovább kell élnie. Az egyik. Nem lehetséges egy Bécsi Naplót úgy szervezni, hogy valamelyik oldalon áll. A Bécsi Napló nem áll oldalon. A Bécsi Napló megpróbálja felmutatni mindig, hogy látja azokat a jelenségeket, amelyek mondjuk Magyarországon, Ausztriában is, vagy az országok között vannak. Ha most például megnézzük, hogy az Európai Unióval való foglalkozás hogy történik nálunk, mi nem a magyar kormány véleményét közvetítjük. Mi megpróbáljuk azt közvetíteni, amit mi logikusnak tartunk. Ami persze nehéz, mert a szerkesztőségben is se mindig ugyanazon a véleményen vagyunk. Ernőnek már többször javasoltam, hogyha nagy vita van, akkor két cikket írunk. Az egyiket innen, a másikat onnan. Fontosnak azt tartom, hogy ne tudják ránk fogni, hogy mi ide vagy oda tartozunk. Mi oda tartozunk, ahol a Bécsi Napló van. És minél pontosabban tudjuk, hogy hova tartozunk, annál biztosabban tudjuk továbbvinni ezt a lapot. Ez. Igen, tehát ez egy, nem azt mondom, hogy varázsige, de nagyon központi jelentőségű szó, a függetlenség. Most nem akarok fennhéjazat fogalmazni, ugye Széchenyi azt mondja, a lelki független ember. Éppen ezért kicsit réfásan hadd jegyezzem meg, volt egy boros gazda, egyébként erdélyi származású, és szeretett humoros lenni, úgyhogy kiadott egy ilyen sokszorosított újságot, és alcímnek azt adta, hogy józan észtől független lap. Hát így is hozzá lehet nyúlni a dolgokhoz. A mi függetlenségünk, a mi meggyőződésünk. Mi nem akarunk se ide, se oda hizelegni, de ugyanakkor az olvasók hiába valahova tartoznak, és nem egyszer számon kérik tőlünk, hogy bizony, hát ti most ide vagy oda tartotok. Most két szélsőséges példát említenék. Az egyik az, ez egy idős úriember, aki ismételten szóvá tette, hát ő megérti azt, hogy minket az osztrák szocialista párt pénzzel, hát nyilvánvaló nekünk baloldaliaknak kell lennünk. És arra megmondtam neki, vagy próbáltam megmagyarázni, hogy elhitte, nem tudom, hogy ilyen értelemben semmi közünk az osztrák szocialista párthoz, kapunk ugyan a kormánytól némi nemű támogatást, de ez nem kötődik olyan feltételekhez, hogy nekünk csak így vagy úgy szabad írnunk. Vagy magyarországi oldalról is előfordult, hogy épp azért, mert Budapesten vagyok, és nem akarok személyeskedni, de előfordult az, hogy valaki nagyon szenvedélyesen miniszterelnök ellenes cikket eresztett, nem a mostaniról van szó egyébként, és mi történik, az illető, azt hiszem igazgató, vagy nem tudom milyen titulusa volt,
Hát szóvá tette az egészet, négy szem közt elmondta, hogy nem tudom, hogy a főnök hogy jutott hozzá, de elolvasta az ezt a cikket, és ez tartatatlan. És a Bécsi Napló pedig ne foglalkozzon politikával, főképp kormánypolitikával, és mondom, jó, köszönöm szépen, de azért mi attól függően megpróbálom mérsékelten, stb. Következő, ez volt a crescendo, ugye? Következő lépés, hát megint megjelent egy cikk, mert hiába azzal a kormánnyal mi nem, valahogy nem békéltünk meg, és volt is okunk, de nem azért, hogy támadjuk, hanem hát, mert volt okunk rá. És ugyanez az illető maga a szivatott, és azt mondta, hogy amennyiben a Bécsi Napló nem változtatja meg a hangnemét, akkor nem kapunk támogatást, hanem akkor más célokra. Hát ennek az lett az eredménye, hogy a Bécsi Napló nem változtatta meg a hangnemét, de lett más kormány. Persze nem mi adtunk, szóval ez kicsit lazábban fogom fel a dolgot. De lényeg az, hogy a helyzet az, hogy a mi eredeti rugóink azt jelentik, hogy, és ez az eredeti rugózás azt is jelenti, hogy rugalmasak vagyunk. Mi nem haragszunk meg egymásra, hogyha más a véleményünk, mert tudjuk, hogy jót akarunk, és ugyanakkor ez az úgynevezett politikai kultúra, vagy nem is tudom, minek nevezzem, hogy meg kell tanulnunk vitatkozni, és hogyha valaki más véleményen van, vagy történetesen a Bécsi Napló megjelenik olyan cikk, akkor az nem azt jelenti, hogy mától kezdve az illető újságíró, vagy éppen a történetesen a Bécsi Napló esküdt ellensége akár a kormánynak, akár ennek, akár annak. Egy rövid kiegészítés, és már is a Péteri a szó. Annak idején én nagyon jóban voltam Tollas Tiborral, a Nemzető főszerkesztőivel. A Nemzetőnek volt egy, hogy mondjam, egy szenvedélye. Teljesen mindegy, hogy ki volt az illető, lehetett a leghőbb barát is. Hogyha valami kilengés követett el, a következő számban esküdt ellenség lett. És ezt nem tudtam megállni szó nélkül, és akkor írtam a Tollas Tibornak egy levelet, hogy kedves Tibor, ez mind szép és jó, de nem lehet ez kicsit másképp? Hát ha mi ugyanúgy viselkedünk egymással szemben, mint volt barátok, akkor mennyivel vagyunk mi különbek a kommunistáknál? Péter most erre vonatkozóan talán meglehet, hogy mennyivel vagyunk különbek, vagy merünk-e, vagy tudunk-e különbek lenni? Legalább ötször hallottam már olyan kijelentést, balról is, jobbról is, hogy ez a Deák Ernő, ez centrista. Én még ezt nem is értem valahogy sértésnek, ha Ernő centrista, de nekem a legfontosabb az, hogy ne legyünk isták. Legyünk emberek. Írjuk meg azt, amit érzünk. Ne azt írjuk meg, amit valamilyen ideológiák mondanak. Ez a különbség köztünk és a kommunisták között. Igen, sajnos az idő az sürget, de mindesetre csak, ahogy mondjuk, kikerekítésképpen hadd mondjam, hogy nem volt egyszerű, nem azt mondom, hogy kemény iskolánk mentünk keresztül, de, és nem azért, mert most ugye mi annyira besrófoltunk az osztrákoknak, de Ausztriában megtanultuk a demokrácia iskoláját, vagy kitanultuk, hogy mennyire az már lehet, hogy csak éppen elégséges jeggyel, vagy minősítéssel, de lényeg az, amit megtanultunk az osztrákoktól, ez az úgynevezett politikai kultúra, persze ez nem egy az egyben, de amennyire próbáljuk ezt letisztázni, letisztultan fogalmazni, és én azt mondom, hogy nem barátságból, hanem szükségszerűségből fontos az, hogy az életet, az eseményeket, a jelenségeket mindenki a saját szemszögéből szeret, hiszen ez az életben a legcsodálatosabb, hogy minden színes, minden változó, és hogyha ezt mi betartjuk, akkor tulajdonképpen az életnek a sokszörűségét tiszteljük meg. Úgyhogy egyelőre talán ennyi. Köszönöm szépen, ha jól néztem, akkor most újabb zene. Köszönöm szépen. Szépen kivasod.
Isten babám hajnalba, mikor húzod a pokrócod magadra, mert elvetted a szívemnek a nyugalmát, a szememnek a szép csendes ruhálmát, mert elvetted a szívemnek a nyugalmát, a szememnek a szép csendes ruhálmát, mert azt hitted esküszó. Végül is a Bécsi Napló története megismerhető abból a könyvből is, amit Deák Ernő barátunk szerkesztett, és a Magyar Napló kiadó adta ki tavaly a könyvhétre. Az Öreghegytől a Schneebergig címmel az egész viaskodás az Ausztria-Magyar szervezeti életben. Ez csak azért, amit nem lehet, hogy le fogsz tolni érte, mert ebből a szilánkokból nem is biztos, hogy össze lehet rakni az egészet. Hát a vers, akkor olyan verset is, persze talán az előző kettő is megjelent a Bécsi Naplóban, én nem nagyon gyűjtögetem össze magamat, mert egyrészt nincs idő, másrészt meg úgyis ledarál mindent a jövő. Egy Berzsenyi és egy Kölcsei. Kölcsei. Jobban szeretted a hó fölött repülő varjú csapatot, mint fácánok fölriadását a csalitosban. Régmúlt korok romjai fölött elmerengtél, milyen nagyszerű és esendő az élet. S fájlaltad, hogy az emberi nagyság mivé lett, Atén szétporlott, s Róma fölégett. Nem idézlek, tanulságul ki elé is állíthatnál, magad is kétségek között vergődő lélek. Engem ma reggel a szánt meg Isten a magyart sor éget, s vélem az áld meg után elég nagy ütésnek, kiózanítónak. S dicső múltba nem réved már ezután az ember, ennyi elég szívének. Pozsony túl harsány volt, lelkes, Cseke túl csöndesnek találtatott. Néha lehúzott, boronghattál kedvedre, míg életnek tűnt az élet. Naponta eszembe jutsz, s ez így lesz, amíg élek. Azért is olvastam fel, mert ezt Ernő valahol megtalálta az interneten, és én már elfelejtettem, és betette a Bécsi Naplóba, és így már utólag megszerettem. Egy Berzsenyi, mindennek van maga a története, ez a verső is szintén megjelent a Bécsi Naplóba, majd Ernőt felhívták Magyarországra, hogy milyen jó az, hogy odakint is ilyen verseket írnak. Hát ez nagyon jó, mert az odakint az nálam ide bent van, az a 7-8 kilométer nem nagyon számít, ugye,
Hát akkor már nem is érdekes annyira, ha Magyarországon született tavárs. Nem tudom, miért van ennek külön jelentősége, hogy Ausztriába írják-e. Számomra Ausztria az része Magyarországnak, és Magyarország is Ausztriának valahogy is. Hát Pozsony a másik főváros. De számomra Pest mindig idegennek tűnt. Bocsánat, hogy anekdotázok, de egyszerre felolvasták románul az előbbi versemet a Szilárdságban. Az, bocsáss meg a mi vétkeinket, egy kicsit megdöbbentek az ott jelenlévő románok, de hát nem róluk szólt ez a vers. Számomra ez a világ valahogy így kerek, és nem szabdaljuk szét számomra. A főváros az nem Budapest. Budapest keletre van, mint Kijev, mondtam ebbe a, bocsánat, hogy ezt mondom ebbe a közegbe, de valóban úgy tűnik, hogy sokkal közelebb vagyunk kulturálisan ott a nyugati határszélen Pozsonyhoz és Bécshez adott esetben. Berzsenyi szólongatása. Berogyott Róma ege, s a niklai ég alatt elporlattak a kisen mondott szavak. Csak a vágy és a felszálló képzelet termett ódákat, költői leveleket. S akár a kamrába surranó egér, a magány is eléldegél egy ideig rajtuk. Romlik a test mellett a lélek is, szétmar mindent a közöny, akár a Pest is. Romlásnak indult, bár még nem romlott meg, csak indult, a remény megmaradt. Hátad ad vastag falnak, 18. század, támasztottad, s benned az akarat, néha-néha föllobbant, s verset termett, s nagyját tett a pillanat. Bár hazád fölött csak a hold világolt, s országszerte egy-két gyertya lángolt. Bölcs öreg ember lettél, mondhatnám, de a bölcsesség is tűnő pillanat. Ellibben elfújja a somogyi szél, s nem hajt ki a poros ég alatt. Faggatlak, Berzsenyi, hol vagy? Mit vittél magaddal? Mit folytott beléd kölcsei néhány hányaveti mondata, hogy azt mondtad elég? Ha ma élnél, nem törődnél, hogy kinek van, s kinek nincsen igaza, hol meddőhányok ontanak verseket, s szövegeket nem találnál haza. Nem lennél elég modern ma sem, mit számít ma itt Horácius? Osztályrészedet követelnéd, megkapnád. S nem kell sem Jambusz, sem Troheus. Az építmény áll, égbolt van fölötte, ha csak 137 vers is maradt utánad. Mit vártál? Jobb lesz hozzád a lázas, forradalmas 19. század? Nyavajáidat gyógyítgattad, s bort ittál, és sajnáltad magadat nagyon. Azt hitted lesz, pedig titokban tudtad, hogy nincsen irgalom. Magadnak ártottál, ezt nem gondoltad végig, kocsikázva a Balaton felé. Morog csak öreg, rómas Babilon elbukott, rogytak korábbiak későbbi birodalmak elé. A szárnyas idő fájdalmasan elröpült, fölötted s fölöttünk is akár, víjog egy éjfekete, sötétebbnél is sötétebb madár. Faggatlak, Berzsenyi, nagy titok vagy, a teljességhez egy vers is elég. Közelít a tél, nincs rózsás labirint, s nem balzsamos a lég. Most nyáron is tél van, Horácius néha nekem is eszembe jut. Szólítalak, feleletre nem is várva, Niklára fut ez a vers gyalogút. Köszönöm szépen. János, még egyszer. Megboldogult Bella Pistának. Szitál a köd, pereg, szürke hájog a táj, szutykos géz sebeden, az sem fontos, ha fáj. Ködöt ködöl a köd, fatestet kérgesül, nem zöldel soha már, áldogál tétlenül. Március. Mikor magad szabadnak érzed, vajon az érzet téved? Téved egy egész ország? Riadt szívet őriznek ölelő oldalbordák? Mikor szabad egy nemzet? Nem, ha öl a kétség. Önmagát ártja, bántja, rontja kérdéses egészség. Elrákosodik minden szervünk, merni kell élni így is. Mernünk. Eh.
helyzet dal. Eljöttök megváltani magatokat, ha már kárhozatra vittétek őket, ismét benépesültek az imaházak, hiszen akiben világok váltakoznak, szükségeként válogat közöttük. Akiben egy csak a világ, akképp kell beosztania, s élnie vele, mint halálig. Akár Oláh Jánosnak búcsúzóra. Nem léted, az a léted. Percnyi kitérő születésed, kit sosem szültek, akként is egész. Örök nem léted, az a léted, birtok a forgó rendszereknek, bár e rendszerek részeként nem is kizárt emberré lenned. Efféle létpillanatodon is túl leszel, ha vége a napnak, jelenséged mondhatni talmi, akár bele is lehet halni. Itt függelék. Indíték végén cél a befejezés, vagy a befejezetlen múlt határtalansága ró karcot a végtelen ég végtelen kékségének rideg falára. És akkor még egyet itten. Az eljaj. Milyen békében élne itt ki érte tenni bátor? Testével hazát védene az acsargó világtól. Ismét és ismét kellene lélekkel is kiállni. Milyen békében élhet itt, ha folyton csak vigyázni? Köszönöm szépen! Még egyszer kérném a zenészeket. Akkor végezetül mi is két verssel szeretnénk elbúcsúzni. Gárdonyi Géza neve, gondolom, ismerős, de hát az ő verseit kevésbé ismeri a mostani fiatalság, vagy éppen az irodalmár réteg. Mi az ő verseit próbáltuk folklorizálni, legalábbis ezt a folyamatot felgyorsítani, és somogyi népdalokra ráültettük ezeket a szövegeket. Gárdonyi Gézának egy fiktív figurája, Göre Gábornak a kedvenc nótája következik, azzal a címmel, hogy haragszik a feleségem, és a feleség majd megszólal a végén, ami viszont egy népi csúlyogatás. Haragszik a feleségem, azért támad kedvem nékem. Ha haragszik, majd meg békül, ha nem békül, majd megkékül. Jaj, itt a régi kedvem, jaj, újra legény lettem. Máma vettem a bocskorom, de még máma szitáncolom. Azért, hogy én kanász vagyok, mint egy gerof, úgy múlatok. Ja, itt a régi kedvem, traj, újra legény lettem. Hej, de a ladete, füstös cigány, húzzat, húzzat az én nótám. Húzzat, húzzat virradat, míg állunk, míg az ajtón kitalálunk. Ha egyszer ki nem találunk, vagy kidobnak, vagy itt hálunk, ja, itt a régi kedvem, traj, újra legény lettem. Thank you.
egész világ. Én is a föld alatt vagyok, a pincébe puslakódom. Sárga levél a fágon, elmúlik az ifjúságom. Sárga levél a földre hull, az én szívem, de bebújt. Tizmát hordtam. Két tulipán a szűrömön, fodorilka a szívemön. Ha bementem a kocsmába, hely kocsmáros, ami drága. Csókot adtam a Marcsának, 5 forintos takásának. Kora szép legény csizmám. Vályogve lett a kácsa, ez a világ folyása. Innen pedig népdal következik, hogy ne csicserész, ne fütyörész, ne verd a kertünkön a részt. Úgy is jába töröd a részt, mert az enyém soha se lép. Mikor én még kislány voltam, a szilváért majd megholtam. De mióta nagyobb vagyok, a legényért élek halom. De mióta nagyobb vagyok, a legényért élek Nagyon szépen köszönöm Szentgyörgyvári Laurának és Maja Róbertnek, hogy zenei aláfestéssel gazdagították a mi esténket. Elnök asszonynak én megírtam, hogy hozzunk zenészeket is. Hát úgy tudtunk volna zenészeket hozni, hogy magyarországi exportot hoztunk volna vissza, úgyhogy jobb, hogyha helyi zenészek lépte, és nagyon szépen köszönjük. Nagyon. És a mai este ezzel véget ért volna. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én remélem, hogy ez a szellemi körforgás, ez folytatódik élőszóban az újság hasábjain, és így tovább is, hogy szeretettel köszöntök mindenkit, és reméljük, hogy a kapcsolatok még tovább élénkülnek és mélyülnek. Köszönöm szépen!